Ezt az aprócska mozdulatot nagy eséllyel önök is elvégezték az elmúlt hetekben legalább egy alkalommal. A Tesco Magyarország szavazásra kérte a vásárlóit az elmúlt hetekben, hogy eldöntsék, melyik jótékony szervezetet támogassák ebben a körzetben, ami a szavazatok túlnyomó többsége alapján a Jászberényi Együttértünk Egyesület lett, nem is akármilyen különbséggel. Az Együttértünk Egyesület 41.182 szavazattal nyerte meg a szavazást. A Jászsági Családsegítő Központ munkatársai által életre hívott egyesület fő feladata a hátrányos helyzetű lurkok támogatása. Jelenleg a nyári táboroztatás a fő céljuk annak érdekében, hogy a rászoruló gyerekek egyhetes nyári napközis táborban éljenek át olyan színes programokat, melyeket a szülők alapesetben nem tudnak finanszírozni. És nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom a jelképes csekket a 400 000 forintos nyereményről az Együttértünk Egyesület számára. Nagyon színes programot próbáltunk összeállítani a gyermekeknek, strandra szeretnénk őket elvinni, kézműves foglalkozásokat szervezünk számukra, különböző sporttevékenységeket próbálhatnak majd ki, moziba látogatunk el, egy általuk esetleg kedvelt filmet, gyermekfilmet szeretnénk megnézni, helyi állatkertben szeretnénk egy egész napos programot eltölteni, és ott is mindenféle programkínálattal lesz segítségünkre, reményeink szerint az állatkert is ebben, és egy egésznapos kirándulást szervezünk a Dunakanyarban a részükre. A város is örömmel vette a legújabb társadalmi szerepvállalást a hipermarkettől. Egyre több cég tartja fontosnak a társadalmi felelősségvállalást, szerepvállalást, egyre több ilyen megmozdulásra számíthatunk. Tesco-val volt már korábban is kapcsolatunk, önkéntes munkába vettek részt, iskolakerítést festettek, ezt most megbeszéltük az igazgatóasszonnyal, hogy ezt folytatni fogják. Az ön választ, mi segítünk, jelmondatta a fémjelzett akció az elmúlt 15 évben a legnagyobb szabású támogató program volt, amit az áruházlánc elindított, és ezzel aktív támogatói gondolkodása ösztönözte a vásárlókat is, ami meglátszott a több tízezer szavazaton is. Közel fél milliós támogatás mellett a helyi hipermarket gyermekhátitáskákat is felajánlott az egyesületnek annak érdekében, hogy kézzelfogható ajándék is kerüljön a gyermekek kezébe a táborosztatás ideje alatt. Köszönjük Tesco! Köszönjük vásárlók!